Adjunk valahonnak. Thank you.
Megint hétfő volt. Egy újabb hosszú hét kezdete. A Trullog Systemsnél dolgozom, mint informatikai operátor, rendszergazda. 2 éve fejeztem be a főiskolát, azóta itt tengetem napjaimat. Cégünk fejlesztéssel foglalkozik, de szerintem valójában csak kevesen tudják, mit is csinálunk. Ilyen korán? Csak egy kávét hoztam, de legyen a tévé, mert úgyis ittam egyet. Köszi. Voltál valamire hétvégén? Nem, otthon videóztam végig. Hát én voltam, mégpedig azon a jó kis helyen. Tudod, ott a parton. Szóval szombat este volt, valami koncert, már nem emlékszem, és itt vigadoztunk a haverokkal. Volt ott egy vörös ajulány. Tudod, ilyen tipikus bombázó. Láthatóan unatkozott. Én ugye egyből oda mentem. Megvesztél, mi van veled? Ezt nézd meg. Valaki másolatot készített az éjjel az egész titkosított adatbázisról. Nyomtasd ki. Ezen az oldalon látszik 2 gigabájt éjjel 2-kor. 2,4 gigabajt, éjjel 3-kor. Majd egy fél órával később még 1 gigabájt, mindezt a 3. Winchesterről. A lényeget! Nos uram, tegnap éjjel valaki másolatot készített a Trullog adatbázis titkos részeiről. És sajnos nincs elképzelésünk, hogy hogyan csinálta. Jöjjön az irodámba sürgősen. Ki tud megér? Senki, uram. Rendben. Erről mit tudunk, és egyelőre maradjon is így. Maguk menjenek vissza, és folytassák a munkát. Próbálják kiteríteni pontosan, hogy mi történt. Én mindjárt beszélek a biztonsági főnökkel, valószínűleg egy nagyobb kivizsgálat fog következni. Ha ez igaz, és az ellopott adatok a konkurenciához kerülnek, akkor a cég fennállása is múlhat azon, hogy milyen hamar cselekszünk. Most menjenek.
Mites tudom? Figyelem, figyelem! Egy rutin ellenőrzés miatt 20 perc múlva áramtalanítjuk az épületet. Kérem, az el nem menned azokat mentsék, vagy lépjenek ki a rendszerből. A nap hátra levő részében a házadot fogja vizsgálni néhány szakember, ezért a munka nem végezhető. Így önök most hazamehetnek. Köszönöm az együttműködést, kellemes délutánt! Gondolom poloskát keresnek. Ezeket csak úgy találhatják meg, ha áramtalanítják az egész rendszert. Keresők a kibocsájtott elektromágneses sebességet jelzik. Magamtól is elámulok, mikor ilyeneket mondok. Ne, én még iszok egy kávét. Te kérsz? Mindent kapcsolnak le. Az összes irodát átkutatni. Minden nézetfelkülményzet vizsgálnak át. Adó be őket, poloskákat keresünk. Melyik lakás? A harmadik emelet kettő. Fénykép megvan. Földön jó lesz. De hát mit akartok? Megölni. Igen? Rendezve. Úton vagyunk. 15 perc múlva ott leszünk. Szervereket is legyen. Legalább egy óra még újra jeled a rendszer. Szerinted a cégnél szórakozik valaki? Meg lehet. Azon csodálkozom, hogy nem a hálózaton keresztül csinálta. A kérdéses időpontban nem is volt adatforgalom a hálón. Mégis lemásolták az egészet. Ez csak úgy lehetséges, ha magából a szerverből szedték volna ki. De a szerver egy lezárt szobában van. És csak nekünk és a főnöknek van hozzá kulcsunk. Hát ez az. Maguk még itt vannak? De azt hittük. Rosszul hitték. Mehetnek haza, holnap találkozunk.
semmisítsék meg! Rájöttek, azt hiszem. Lépnünk kell. Rendben, magáé az ügy. Engem csak az utcára kell. Kik fognak az ügyen dolgozni? A két legjobb ember. Én tudom, hogy elcsesztem. Adjatok még egy lehetőséget, még egy esélyt, és többet nem teszek ilyet, jóvá teszem, csak adjatok egy kis időt. Jól van, telefonálok. Rendben, fiúk. Mindig is rendesek voltatok velem. Nem bánjátok meg. A szokásos összeg, plusz egy kis sürgősségi pótlék. Holnap már nem megy be dolgozni. Helyes.
már is indulok. Az igazgató behivatott a szobájába. Láttam rajta, hogy nagyon gondterhelt. Elmondta, hogy Zolit reggel meggyilkolták. Zoli a barátom volt. Na most mi legyen? Szerintem legyen az, hogy mi öltük meg. Szerintem is. Végül is az eredmény az, ami fontos, és halottnak halott a célpont. Ja, viszont a kapucnis barátunkkal szívesen összeismerkednék. Kölcsönös ez az érzés. Tessék! Idióta barmok. Muszáj volt erre szólni az utcát a beleivel. A munkát tisztességesen elvégeztük, nem? De jól van, rendben. Még lehet, hogy lesz egy munka. A lány? Igen, de nem olyan egyszerű. Valószínűleg van nála egy lemez rajta bizonyítékokkal. Amíg nincs lemez, a lány érdekel. Jó, rendben, elintézzük. De egy kicsit drágább lesz. Mennyi? Kétszeres ár. Jó, de most tiszta munkát akarok. Semmi vérfürdő, semmi lövöldözés a nyílt utcán. Mondjuk belefulladhatna a kádba. Vagy elüthetné egy autó. Oldják meg. Ezt imádni fogod. Szörny. Igen. Furcsa, hogy ilyen hamar volt a temetés. Igen. Tudja, a cég intézte is. Nem akartuk az eddigi minél is nagyobb ötlet. Jobb ezt minél hamarabb. Ezt hogy érti? Megtalálták nála az ellopott adatokat. Nagyon remélem, hogy nem készül több másodat. De uram, én nem hiszem hozzá. Én viszont igen. Súlyos tartozásai voltak, kellett neki a pénz. De az adatbázis megvan, tettes is, az ügy lezárva, és én nem kívánok vitát nyitni. Vegyen ki egy hét szabadság. Pihenjen. Hát maguk meg mit keresnek itt? Összefakodik a kollégája holmilyen. Kérem, ezt hagyják rám. Sajnálom, nem tehetjük, de már úgyis végeztünk. Hozd a papírokat. Sajnálom, hogy kerekforgulást okoztunk. Jaj, bocsásson meg, nem akartam megijeszteni. Nem történt semmi. Láttam ma a temetésen. Szegény Zoltán, maguk mennyi ideje dolgoztak együtt? Úgy másfél éve, de már az egyetemről ismerem. Aztán pont úgy esett, hogy egy céghez kerültünk. Láttam, beszélgetett a főnökkel. Tudja, elég sok bizonyíték szól a barátja ellen. Nem tudom én, hogy érzi. Képes lehetett ilyesmire a kollégája? Azt nem állítom, hogy nem követett el kisebb hülyeségeket, de azt nem hinném, hogy meglopná a céget, ahol dolgozik. Ugyan én nem ismertem túl jól, de szerintem sem az az adattolvaj típus. Ha esetleg szüksége van valamire, vagy megtud valamit, kérem hívjon. Köszönöm.
képeken Zoli volt. Annyi mindent szerettem volna mondani még neki. Most fáj csak igazán, most értettem meg, hogy halott. Az egyik képen egy céges buli volt, rajta Zoli, a háttérben pedig egy férfi keze, amin egy tetoválás. Láttam már ilyet valahol. Eszembe jutott, a cégnél, a biztonsági ember karján. Halló? Szia, Edith vagyok. Szia, mi újság felétek? Egy szívességet szeretnék kérni tőled. Hát nem is tudom, a múltkor se kaptam megérte a Batman első részének rendezői változatát, amit ígértél. Most ígérem, megszerzem neked tutira, csak segíts. Na jó, egyefen a jó szívemet, mondjad. Aranyos vagy, köszi. Szóval van itt egy fénykép, amin találtam valamit. Kijött három betű, BOP, ez egy fickó karján van. Azt kellene kideríteni, hogy jelent-e ez valamit, vagy mi ez egyáltalán. Sajnálnak sürgős lenne a dolog. Megtennéd, hogy utána néznél egy kicsit? Oké, küld a cuccost. Köszi. Sikerül valamit kideríteni. A képek egyszerű családi képek voltak. Egy-kettőn én is rajta voltam. Az egyik kép furcsa volt, mivel nem volt rajta semmi, csak az egyik szekrény. Mintha csak Zoli azt szerette volna lefotózni.
Jobban megnézve, most máshogy vannak a könyvek, mint a képen. Már csak meg kell találni, hogy hova illik. Meghallotta a biztonsági őr rádióját, furcsán sistergett néha. Elkérte és gyorsan felrohant az irodába. Nem tévedtem. Amikor recsegett a rádió, a gépen adatmozgás történt. Már kezdtem örülni, hogy rájöttem, hogy hogyan lopják meg a céget, amikor eszembe jutott a délutáni poloska keresés. Ha rádióval viszi ki a jelet a cég, biztonsági szakemberek megtalálták volna. De tovább gondolva az is biztos, hogy belső ember csinálhatta, itt senkiben sem lehetett bízni. A rádió csak is a szerverben lehet, ahhoz pedig 4 ember férhet hozzá a cégnél. Mi ketten, az igazgató és a biztonsági főnök. Zoli végül azt mondta, hogy nagyon vigyázzak, senkinek nem mondjak semmit. Nyugodjak meg, mert hamarosan telefonál. Ezen végképp meglepődtem. Lehet, hogy nem is halt meg. Na szia, utána néztem pár dolognak. Szia, mesélj. Szóval a BOP-ra magyarul természetesen semmi érdekeset nem találtam. Nemzetközileg persze, igen. Ha minden igaz, az amerikai büntetés végrehajtó intézményének szervezete. Az interneten a www.bop.gov címen találod meg. Amerika? De hát nekik dolgozunk. Más nem találtál? Nem, sajnos egyelőre ennyi. Mi van akkor, ha nem is rövidítés, vagy nem is betűk? Segíts nekem, légy szíves. Jó, majd meglátom, mit teltek. Rendes vagy.
mindenről tud. Elkapjuk. Mit tudtál meg? Igazad volt. És pedig? Tényleg nem Bob, hanem War. A Bob három Siri betű War, oroszul tolvajt jelent, de van más jelentése is, egy rövidítés. Szóval nem is annyira rendőrség, inkább egy megfigyelő rész, amit azért alakítottak ki, hogy a külföldön lévő fejlesztéseket, kutatási eredményeket figyelemmel kísérjék, ellenőrizzék. Ha minden igaz, minden országban, minden nagyvállalatnál vannak ilyen beépített emberek, rendszerint igen magas beosztásban, hogy mindenről értesüljenek. Ez persze csak egy legenda a sok hülyeség között, ami a neten van. Holnap fel kell hívnom a biztonsági főnököt. Haló? Ott vagy még? Majd visszahívlak. A CD és a kazetta megvan. A lány viszont elmenekült. Valószínűleg csinált egy másolatot is. Igen. Meg lesz. Kerestek itt.
Nem tudom! Tehát hol van? Értsétek már meg! Sétettem neki valamit megkeresni az interneten, valami Bobbal, vagy Zsorral kapcsolatban. Ezen ő nagyon meglepődött, és azt mondta, hogy reggel fel fogja hívni a biztonsági főnököt a cégnél. Ennyit tudok, azt viszont nem, hogy most hol van. Higgyétek már el! Téged keresnek! Igen? Meg akartak ölni. Ki beszél? Edit. De ki akarná megölni és miért? Nem tudom. Nem értek semmit. Jól van, figyelj rám. Nyugodjon meg. Elmegyek magáért. Most hol van? Az most mindegy. Fél óra múlva legyen a régi gyártelepen. Egyedül jöjjön. Merre van? Maga mögött. De megijesztett. Jól van? Nem igazán. Mi folyik itt? Azt igazából én sem tudom. Zoltán rájött valamire. És az, aki megölte őt, azt hiszi, hogy én is tudom azt, amit Zoltán tudott. De mi ez a nagy titok? A vállalaton belül visszaélések vannak. Valaki vagy valakik adatokat szolgáltatnak ki az oroszoknak az új fejlesztéseinkről. Tudja, mit jelent ez? Velem kell jönnie. Az egyetlen baj az, hogy nem tudhatom, ki a záruló. Önnek kell velem jönni. Hé, csak nem gondolja, hogy én. Nem tudhatom, értse meg. Indulás arra. Ébresztő! Szóval mi tényleg nem kérünk sokat. A lemezt és szabadok vagytok. Ha nem kapjuk meg, ígérem, kiukasztom a fejeteket. Nem tudom, miről beszélnek. Nem tudja. Ilyet? Az emberek csak akkor kezdik el értékelni az életet, ha veszélyben érzik magukat. Hallottam egyszer egy érdekes dalt. Olyan dolgokról szólt, amiket nem érhetünk el.
az elrejtett vadságról, az elítélt szexről, az elvesztett ártatlanságról, arról, hogy azok a dolgok irányítanak, amiket nem érhetünk el. Engem és a kezemet is mindaddig az a bizonyos CD irányít, amíg meg nem szerzem. És én addig foglak kínozni, amíg meg nem mondod, hogy hol van. Hé! Hey. Mi van? Idő van, menni kéne. Jó, ezt később befejezzük. Zárjuk be a hullát, meg húzd be a bokorba, majd később eltüntetjük. Azt hittem, soha nem nyitja ki. Sikerült berakni a poloskát? Persze, a cipő talpában van. Amíg nem veszi le, addig a miénk. Helyes. Faszért kellett ekkorát rám verned. Egyszer sem próbáltuk el. Majd levonom a fizetésedből. Gyerünk, hát még elveszítjük. Hogy itt lesz? A nyomkövető szerint itt kell lennie. Akkor már csak el kell kapnunk. Helyes. Amint látom a lány hulláját és kezembe lesz a lemez, ez a tiétek. A második részlet plusz egy kis bónusz a nehézségekért. Remélem ezúttal gond nélkül túl leszünk rajta. Thank you.
Hol a lemez? Ott van a gépen. Remélem is. Keresd meg. Megvan. Indulás. Eszedbe ne jusson, tedd csak le a földre. Úgy. Tudod, az a baj, hogy nincs kedvem osztozni senkivel. Így is jó pár évig ki kell húznom ebből az összegből. A mi kedves biztonsági főnökünk elmondta, hogy nem a pénzért csinálta valójában, hanem azért, mert az USA elnyom minket. Minden fejlesztés ott történik, ők látnak el minket mindennel. Ha egyszer úgy döntenének, hogy elzárják a csapot, mi hoppon maradnánk. Persze hiába a magasztos terv, ha vér tapad a kézhez. Most egyetlen cél vezérelte. Megölni minket, és mi hamarabb lelépni a pénzzel. Most pedig add ide a pisztolyt. És lassan fordulj meg. De. Majdnem, ahogy terveztük. Ennyi módosítás belefér. Simán megöltél volna. Tudod mit? Nem öllek, meg mindig jól jön egy megbízó. Picsába! Vagy keresek másikat. Te pedig... Te pedig velem jössz. Halott volt mindenki, aki még árthatott volna nekünk. Zolival összeszedtük magunkat, a pénzt elfeleztük, és úgy döntöttünk, hogy inkább külön válunk. Talán még egyszer találkozunk valahol. Én a két bérgyilkos autójával hajtottam el. Thank you.
Adjunk valahónak. Sem az olyan rabló támadás. Thank you.
Annak azért örülök, hogy végül az én kezemhez nem tapadt vér. Van elég pénzem, hogy új életet kezdjek valahol a világ másik végén. Megvan. Megvan. Hoppá. Bocsi, a slejmért. Mehet? Felvétel. Felülem mehet? Akkor megy, felvétel. Tessék. Idióta barmok, te volt telefonjában. Nem, nem volt muszáj, bazd meg, de ott volt egy hülye állat. Mi a fasz csináljunk vele, bazd meg? Kinyírta a picsába, azt elhúztunk a faszba, érted? Tudod, annyi elég, bazd meg! Na most a keresőbe is mutatja? Tudod. És mindjárt leszakad a kezem, gyerek... mert olyan kurva nehéz az a pisztoly. De gyere közelebb, mert... Abszolút tartsd bele. Kurva jó, összkép. Most nem látom meg a fejét. Én is jó. Káosz. Fish.